A legnagyobb összeg, amit elloptam, 44 ezer dollár volt. 24 éves korára Dana Bryant bankrabló, drogfüggő és az egyik legkeresettebb bűnöző lett Észak-Kaliforniában. Tudtam, ha elkapnak, hosszú időre börtönbe kerülök. Nem akartam, hogy elfogjanak, viszont máshogy akartam élni. Középosztálybeli családban nőtt fel, de értéktelennek tartotta magát. Úgy érezte, nem tud megfelelni anyja elvárásainak. A bulik azonban segítettek elnyomni ezt az érzést. Én voltam, aki a legtöbbet itta egy buliban. Én voltam, aki állandóan bolondot csinált magából. És az is én voltam, aki mindig mással ment haza. A gimnázium után Dana találkozott egy férfival, akiről azt hitte, betölti az életében lévő űrt. Hamar fényderült azonban szerelme erőszakos hajlamaira. Nekivágott a falnak, folytogatott, amíg majdnem elájultam. Dana 3 évig szenvedte a fizikai és mentális bántalmazást. Megtanulta, hogyan rejtse el a sérülések nyomait az arcán. Barátai könyörgésére sem lépett ki a kapcsolatból. Csúnyának és értéktelennek éreztem magam. Ő viszont azt mondta, amit hallani akartam. Függővé váltam tőle. Azt hittem, csak általa láthatom magam jobbnak. Dénának gyermeke is született barátjától, de nem sokkal ezután egy másik függőség rabja lett, a drogé. Képtelenné vált a gyermeknevelésre, ezért lányát anyagondjaira bízta. Ekkor már elvesztette munkáját, és nem maradt pénze. Elkezdett hát bankokat rabolni. Álfegyvert használt, és minden alkalommal úgy tett, mintha erőszakkal kényszerítenék a rablásra. Bementem, fegyvert fogtam a nőre, elvittem a pénzt, majd sűrű bocsánatkérések közepette kimentem. A drog hatására felbátorodott és végleg elhagyta barátját. Ekkorra megrögzött szerencsejátékossá is vált. Hogy kiélhesse szenvedélyeit, folytatta a bankrablást, de nem csak ez motiválta. Kitaláltam azt a rögeszmét, hogy ha elkap a rendőrség, akkor megölnek, úgyhogy semmi nem számított már. Próbáltam ugyan kiszállni, hogy túléljem, de igazából nem érdekelt, hogy megölnek-e vagy sem. Egy év alatt 9 pénzintézményt rabolt ki. A rendőrség és az FBI körözése alatt állt. Dana éppen a 10. rajtaütésre készült, amikor egy alkalmazott felismerte és hívta a rendőrséget. Körbezártak a rendőrök. Emlékszem, belöktek a kocsi hátsó részébe, én meg hálás voltam. Leesett, hogy végre vége. Nem számított, hogy börtönbe kerülök. Végre megnyugodtam. Dana ellen vádat emeltek 9 rendbeli bankrablásért és fegyverbirtoklásért. 25 év büntetésnek nézett elébe, ám az ítélethozatal napján azonban a bíró félrehívta. Azt mondta, egy jó lánnyal nagyon rossz dolog történt, és hozzátette, ad nekem egy esélyt. A szemembe nézett, és azt mondta, elküldelek egy programra, segítségre van szükséged. Emiatt csak 5 év börtönt kaptam. Elkezdte letölteni büntetését, és csatlakozott a bíró által elrendelt rehabilitációs programhoz. A börtönben elment egy istentiszteletre, ahol rádöbbent, szüksége van Isten szabadítására. Eleinte kicsit ijesztő volt. Néhányan felemelték a kezüket, úgy dicsérték Istent. Ilyet még nem láttam. Nekem ez idegen volt, ugyanakkor felélesztett. Láttam az arcukon, hogy szabadok. Berohantam a cellámba, és térdemre rogytam. Kértem Istent, hogy mentsem meg, és bocsánatot kértem mindenért, amit elkövettem. Elmondtam neki, hogy nélküle nem tudnám ezt végigcsinálni. Haldoklottam belül, de ő jött és megmentett. Ettől kezdve minden megváltozott az életemben. Teljesen megszabadultam. Dana minden tettére Isten bocsánatát kérte. Rosszul cselekedtem. Bántottam az embereket. Mire letöltötte büntetését, Isten teljesen megszabadította a drog- és szerencsejáték függőségből. Szabadon bocsátása után feleségül ment egy keresztény férfihez, akivel együtt nevelik lányát és közös 2 gyermeküket. Megalapították a Crossing the Jordan nevű szervezetet, melyel a környezetükben élőket szólítják meg. Dana mindenkivel megosztja, hogy Isten ad második esélyt. Jézus meg tudja gyógyítani a bensőnket is.
mindent képes megváltoztatni és visszaszerezni azt, ami elveszett. A fájdalmunkat is elveszi. Mindent újjátesz.